Szép napot kívánok mindenkinek! Mint látható, ez itt egy Scania R420-as kamion, nyerges vontató, mondjuk úgy. Hát egy mosás ráfér. Ráfér, az biztos, de majd azt is megejtjük. És most megpróbálok egy bemutatót összehozni, hogy hogy is néz ki ez a szerkezet belülről, mi minden található benne. Nézzük csak. Először is itt tudjuk kinyitni ezt a oldaldobozt, amiben poroltó, szerszámok, ablakmosó folyadék egyéb található. Sajnos csak ez az egy külső doboz tároló van benne. Itt van ez a szerkezet. Hú, de poros, aztán mindenit. Ezzel a porral én megőrülök, ezt naponta lehet törölgetni. Na szóval, ezzel a szerkezettel lehet ugye a húzó tengelynél szintezni, ugyanúgy, mint bármelyik másik járműnél, mármint kamionnál. Az ülésnek a kezelő szervei azok itt találhatók. Azt mondja, hogy ez az ülésfűtés, 1-es fokozat, 2-es fokozat. Aztán ezzel lehet állítani az ülésnek a magasságát talán. Ja nem, ezzel, hogy mennyire legyen lágy a rugózása. Igen, és aztán ezzel lehet dönteni magát az ülést, és ezzel pedig lehet állítani a magasságot, ezzel pedig bekapcsoljuk a levegőt, meg kikapcsoljuk a levegőt, aztán elvileg le is engedi, és akkor ez a deréktámasznál van, az ember derekánál, gerincnél van ilyen felfújható légzsákszerű valami, ilyen deréktámasz, ezzel pedig az ülés támlát lehet billenteni előre-hátra. És mint látható, ebben van kuplung. Igaz, hogy ez egy automata váltós szerkezet, de kuplung azért van benne, amit induláskor kell csak használni. Na, bejövök, mert hűvike van. Na majd arra még visszatérünk, arra a kuplung kérdésre. Az ajtónál található kezelőszervek a következők, ugye az elektromos ablakemelő, baloldal, jobb oldal. Itt lehet állítani, hogy a baloldali tükröt szeretném állítani, vagy a jobboldali tükröt, és ezzel pedig a tükröt lehet állítani megfelelő irányba. És az alsó tükröt lehet állítani, a fölsőt azt nem, azt csak kézzel manuálisan lehet állítgatni. Na térjünk át ide a... Hát legyen itt a műszerfalnak ez a baloldali része. Ez itt egy differenciálzár kapcsoló, ezt le kell nyomni és úgy lehet bekapcsolni, és utána így van kikapcsolva. Ez az a szintező, amiről már beszéltem korábban, hogy errefelé kapcsolva leereszti a húzótengelynek a szintjét, középállásban van a menetszint, a normál utazószint, és errefelé kapcsolva pedig megemeli. És ez olyan esetben nagyon jó, amikor az ember valami kritikus lejtőn vagy emelkedőn kell éppen fordulni, vagy egyéb, akkor én bekapcsolom fölfelé, hogy kiemelje egy kicsit, és akkor nem akad össze olyan könnyen a pótkocsi a vontatónak a vázával. Ezt a kapcsolót, ezt próbálgattam, és ezzel annyit értem csak el, hogy ha kikapcsolom, akkor nem működik a tempomat. Ha bekapcsolom, akkor működik a tempomat. Ez itt az elakadásjelzőnek a kapcsolója. Ez a világítás, ugye helyzetjelző, és aztán tompított reflektor. Ezzel a gombokkal én gondolom, hogy az órát lehetne állítani, de én megmondom őszintén, ezt én nem nyomigáltam, nem maceráltam, ki se próbáltam, de
a jelekből ítélve szerintem az időt lehetne vele beállítani, plusz-minusz egyéb. Ez a kapcsoló, ez a kormánynak az állítására szolgál. Ha ezt benyomom, akkor lehet a kormányt bármilyen állásba állítani, és így ezzel lefixálni. Ez így nagyszerű dolog. És akkor nézzük, ez itt az irányjelzőnek a kapcsolója, ugye így balra, így jobbra irányjelző. Ha nyomom, akkor ha csak egyet nyomok rajta, egy kicsit, akkor csak az ablaktörlő elindul. Ha tovább nyomom, akkor viszont elkezd spriccelni. Úgyhogy az ablakmosó működésbe lép. Ez itt az ablaktörlőnek a kapcsolója. Hát nem tanítható az ablaktörlő, hanem azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 4 fokozat, ami így a ritkított, 1, 2, 3, 4, különböző sebességekkel töröl, és akkor így töröl folyamatosan, ebbe az állásba pedig folyamatosan és gyorsan kalimpál az ablaktörlő. Úgyhogy ez itt az ablaktörlő és az irányjelzőnek a kapcsolója. Aztán haladjunk egy kicsit tovább, de közben leveszem a cipőmet. Nézzük csak, hát innen látható, gondolom. Ez a kipörgésgátlónak a kikapcsolója. Ezt nem tudom mi. Nem tudtam rájönni, és ezt is hiába kapcsolgatom. Ez lehet, hogy valami kipufogó, tisztító, vagy a jó ég tudja, nem tudom, mi lehet itt a piktogram alapján. Úgyhogy arról fogalmam nincs. És akkor itt pedig a segédvilágítások, lámpák, ködlámpa, hogy csináljam, hogy jó legyen, látható legyen, így megpróbálom. Ez itt már sajnos eltűnt innen a piktogram, úgyhogy ezt nem is tudom, ha bekapcsolom, akkor világít egy visszajelző, de nem történik semmi. Ezzel a ködlámpát lehet kapcsolni, ezzel meg egy másik lámpát lehetne, de az sem működik. Sajnos nem túl fiatal a paripa, úgyhogy vannak itt olyan dolgok. Végignéztem az összes biztosítékot, és nem találtam egyetlen egy hibás biztosítékot sem. Ez pedig hátul a hátsó ködlámpa, ez pedig len itt a fülke mögötti világítás, ugye, amit az ember itt összeakasztáskor használ. Itt a gyújtás kapcsoló, ráteszem a gyújtást, ugye megjelennek itt a műszerfalon mindenféle dolgok, és akkor lássuk, beindítjuk a szerkezetet. Kormányt elforgatom úgy, hogy jól látható legyen. Ja, nézzük ezt a jobboldali kapcsolót. Ez itt az irányváltó, vagy sebesség kapcsoló. Most ugye nyomok egy kuplungot, mert ő kéri a kuplungot induláskor. Csak induláskor kell kuplungolni, onnantól utána már automata. És ebbe az állásba van automata, ott írja, hogy A2, betette második fokozatba. Ez pedig len egy ilyen, a H betű, az szerintem Haig-nak a rövidítése lehet, vagy jelzése lehet, azaz ilyen sportosabb, nagyobb gyorsulást eredményez, később vált következő fokozatba, úgyhogy jobban, nagyobb teljesítményt ad. És akkor hátramenetbe pedig úgy lehet kapcsolni, hogy benyomom, és egyet hátra. És ez itt a rükkverc. Na, kuplungot fölengedem, oké. A másik, ez a kapcsoló, hogy ha a kart húzom lefelé, akkor itt a retardert, vagy inkább mondjuk úgy, hogy intardert kapcsolom. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 fokozatot lehet rajta kapcsolni. De hívjuk retardernek. Akkor itt van ez a kis gomb. Ha
Ha megnyomom, lehet látni mindjárt a műszerfalon. Nem lehet látni. Várjál. Akkor kuplungot adok, kapcsolok neki egy automata 2-t, és akkor most megnyomom a gombot, átváltott manuálisba. Úgyhogy innentől én tudom váltogatni a sebességeket, és hogyha fölfelé húzom a kart, akkor ott van váltott harmadikba. Ha lefelé nyomom a kart, akkor váltott másodikba. Még egyet nyomok lefelé, visszavált egyes fokozatba. Úgyhogy így manuálisan lehet váltogatni a sebességfokozatokat. Viszont, hogyha visszanyomom ezt a kis gombot itt a végén, akkor automatába kapcsol, és akkor ő adagolja a sebességfokozatokat, úgyhogy nem én csinálom. Na nézzük tovább, mi van még itt. Hát a kormányon nekem olyan nagyon nem tetszik az elhelyezése. Tehették volna akár ide, vagy a másik oldalra, hogy jobban szem előtt legyen, vagy kézre essen, mert ezzel lehet kapcsolni a tempomatot. Ilyen esetben, amikor álló helyzetben vagyunk, akkor a motor fordulatot lehet így a plusszal emelni, mint látható. Az alapjárat fordulatát, és az off gombbal pedig ki lehet kapcsolni ezt. Viszont menet közben ez a tempomatnak a kapcsolója, rányomok egy plusz gombot, akkor bekapcsolja az adott sebességen a tempomatot, és ha növelni akarom, akkor a plusz nyomom, ha csökkenteni akarom, akkor a mínusz nyomom, ha ki akarom kapcsolni, akkor kikapcsolom, vagy rálépek a kuplungra, vagy rálépek a fékre, és akkor ő automatikusan kikapcsolja. És mondjuk mentünk 85-tel, és vissza kellett lassítani, mert valami forgalmi akadály volt, nem tudom, én visszalassítottam 60-ra, és akkor utána újból szeretnék menni 85-tel, akkor csak erre a gombra rányomok, és akkor ő a korábban beállított értéket visszateszi, és akkor így megyünk tovább 85-tel. Ezzel a gombbal lehet beállítani, hogy mennyire engedje túl gurulni a lejtőn. A lejtőn mennyire engedje meggurulni a járművet. Most be van állítva mondjuk 80-ra a sebességfokozat, valamint a tempomat, be van állítva mondjuk 80-ra, akkor itt ezzel tudom állítani, hogy 82, 85, 87, 89, 90, 95, nem is tudom meddig lehet állítgatni, hogy meddig engedje túlgurulni, ezzel ki lehet kapcsolni. Ezzel az info gombbal tudunk belépni a menübe. Megnyomom mondjuk ezt a jobbra gombot, és itt megjelenik a menü, megnyomom még egyszer jobbra, akkor belépünk a motornak a menüjébe. Most ugye mutatja a pillanatnyi fogyasztást 1 liter per óra. Turbónyomás 0, ugye, nincsen, ha adok neki gázt, akkor sincs, még a turbó nem indul be, terheletlen a motor. Aztán akkumulátor feszültséget mutatja, most éppen a töltés 27,9 volt, olajnyomás 4,4 bar, AdBlue tank tele van, és itt ebbe a menübe ezt mutatja, hogy ha fölfelé nyilat nyomom, itt fölfelé, itt ezt, akkor kilépünk ebből a menüpontból, és most megyünk fölfelé. Itt hát magyarul nem tud, angolul tud, meg németül, meg hollandul, meg nem tudom én milyen nyelveken. És akkor itt lehet ellenőrizni ugye az AdBlue-t, akkor a fékek állapotát, mint látható 99 meg 98%-osak, a fékek nemrég voltak cserélve. Az összkilométer, nem, várjál, ez a következő szervíz? Azt hiszem igen. Vagy az előző szervíz volt? Hát a csoda tudja. 1.130.000, hát az már régen volt. Az nem tudom, akkor az lehet, hogy az előző szervíz, vagy nem tudom minek a... Akkor nézzük.
Az a helyzet, hogy itt a menüjében én nem nagyon egerésztem. Ezt gondolom, itt valami hibalista lenne. Itt az útvonal adatokat lehet lekérni. Átlagsebesség 58 km per óra. Hogy honnantól számolja? Talán az lehet. Jó. Igen, 1843 km. Így azt mondja, hogy nem töröljük. Itt a jármű adatok. Totál üzemóra 2832 órát ment, itt valami alvásszám lehet. Hát itt lehet mindenféle dolgokat még állítani, majd aki Kenny vágja az angolt, ő majd tudja. Ez itt a jármű. Axload kalibráció. Na, nem kalibrálok semmit. Gondolom ez valami. Itt meg lehet nézni a tengelyterhelést. Úgy megközelítőleg pontos adatokat mutat, hogy 2,3 tonna az összrakományunk, és akkor a húzó tengelyen van 8,4 tonna, és hátul a három tengelyen meg 7,7. Ez olyan megközelítőleg megbízható adatok, és akkor itt vannak ilyen adatok, hogy hány kilométert tettünk meg az utolsó beindítás óta, meg az átlagsebesség, meg az üzemanyagfogyasztás, itt meg a csoda tudja milyen adatok vannak. Az a helyzet, hogy én itt a menübe olyan nagyon nem sokat szoktam megerészni, legfeljebb akkumulátor feszültséget szoktam megnézni. Itt látható, hogy 1.378.988 kilométer mutat a kilométer óra. Hát ez nem kevés, de elég sok. Nem tudom, hogy volt-e a motor felújítva, vagy csináltak-e vele valamit, de hát ez nem rossz teljesítmény. Na akkor haladjunk tovább. Itt van a belső világításnak a kapcsolója, így nem világít. Középállásban, ha kinyitom az ajtót, akkor világít. Ha meg lekapcsolom ide alsó állásba, akkor világít minden. Ott a két nagy felső lámpa, bent a polcoknál a lámpa. Úgyhogy mindenféle lámpák világítanak. Ez itt a tükörfűtésnek a kapcsolója. Erre megint csak nem sikerült rájönnöm. Nem tudom, hogy mi lenne a funkciója, fogalmam nincs. Egy utólag beépített rádió. Itt gondolom valami levegőt lehet levenni róla, esetleg fújatópisztolyt lehetne oda rákötni, vagy csoda tudja, ugye nincsen semmi. Ez itt a kézifék kar, ez pedig lenne a pótkocsi féknek a gombja. Hogyha elereszti a pótkocsit a levegőt, akkor ez kijebb jön, és akkor amíg vissza nem nyomom, addig nem indul el. Ezzel küzdöttem, mikor legelőször beültem ebbe az autóba. Nagy nehezen megtaláltam, hogy a kormányt azt hogy tudom mozgatni. És aztán, amikor sebességbe tettem meg, minden nem akart elindulni. Nem indul, hát mondom semmi. Hát mondom, megnézem mi ez. Hát aztán ezt így simán lehúztam róla. Hát mondom, akkor ez mégse olyasmi, amit nekem kéne. Aztán egy kollega segített, és ő erősen megnyomta, így erősen benyomta, és akkor el tudtam indulni, úgyhogy most már ezt is tudom, és tudom mondani mindenkinek, hogyha nem akar indulni a szekér, mármint jár a motor, de nem tudod megmozdítani, akkor itt ezt kell erősen benyomni, és akkor úgy jó lesz. Állófűtés kapcsolója. Ez lehet kapcsolni, hogy a belső levegőt keringesse, vagy kintről engedjen be levegőt. Ugye ez pedig lenne itt a hőmérséklet szabályozás, a klíma egységnek a kapcsolója. Ez nem tudom mi, gőzöm sincs.
Ez gondolom a tetőablaknak a nyitója lenne, de mivel álló klíma van benne, ezért ez sem csinál semmit. Ezzel a ventilátornak a sebességét lehet szabályozni, ezzel pedig, hogy mikor, hova fújja a levegőt szélvédőre, lábhoz, automatán, az nem tudom mit jelenthet, akkor mindenhova fújja egyszerre, elképzelhető. Ez itt egy szivargyújtó csatlakozó, amibe akkor van energia, hogyha jár a motor, vagy éppen gyújtáson van a jármű. Na, leállítom, ne beregjen tovább. Ez is tetszik, hogy ezt a kormányt ide egészen föl lehet tenni, hogy ne legyen útba az embernek. Úgyhogy ez jó, olyan, mint a Volvo, hogy nagyon jól lehet állítgatni a kormányt. Ez kérem itt egy nekem nagyon tetsző pohártartó. Csak az a baj, hát ezt itt át lehet hajtani. Hogy itt most egy poharat, vagy egy fél literes valami flakont bele tudsz állítani. Ha átfordítod, így meg így ferdén lehet beletolni egy fél literes cuccot. Viszont az én bögrém az nem fér bele. Úgyhogy így maximum akkor szoktam használni, hogyha valahol, itt tudom én, veszek egy pohárba kávét, és akkor azt itt menet közben megiszogatom, akkor szoktam ide belerakni a kávéspoharat. Azt a papírpoharat, vagy akármit, két decis pohár az ide szépen befér. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy ide be lehet rakni egy fél literes flakont. Várjunk, nézzünk vissza ide az ajtóhoz. Ugye itt az ajtóban van egy ilyen oldal rekesz, amiben hát én az ásványvizet tettem, meg rovarírtó, csavarhúzó, ez meg egy cipőkanál. Ezeket raktam én ide. Hát én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy várjál, csak 9 éves. 9 éves lesz most a szerkezet. Ahhoz képest nincsen nagyon lepukkant állapotban. Na nézzük tovább. Ugye ez egy hamutartó lenne, amit én most a kis kihangosítom tárolására használok. Ugye itt ilyen tároló rekeszek. Ide is lehet pakolni. Itt van ez a fiók. Ebbe is lehet pár dolgot rakni. Ami nekem nagyon nem... Hát vagyis nem nagyon jön be az, hogy ezt a műszerfalat ide behozták. Hogy ezt lehetett volna akár nyugodtan így tovább vinni egyenesen, mert itt már azért úgy menet közben ezekbe a rekeszekbe az ember nem nagyon nyúkál. A többi kezelőszervet meg el lehet érni úgy is, hogyha ez most így egyenesen lenne. És esetleg ezt a fiókos részt is be lehetett volna sűjeszteni úgy a műszerfal vonalába. És akkor itt talán kicsit nagyobb táncparkett maradt volna, de hát mindegy, ez van. Itt az ablakban a szokásos dolgok, hát az a kamerának a tartója, ugye navigáció, ott lent az olasz autópálya díjfizető, ez itt az osztrák GoBox, ez a kis picike, ez a francia, spanyol, portugál, és még Belgiumban is fizetős alagutaknál nyitja a sorompót. Ez a szlovák féltégla, én csak így hívom, az ott a cseh Premid nevű autópályadíjfizető, ez itt a német Toll Collect-nek az infrás valami kütyüje. És hát az a helyzet, hogy a szivargyújtó elosztókat azt nem tudtam hova rakni, ugye, mert ide van bedugva az áramátalakító, ez a kamerának a töltője, ez meg a telefon és a kihangosítónak a töltője. Az ott hátul, az meg a 12 voltos lukba van bedugva, az pedig len a navigációnak adja az energiát.
Ez a polc, ez is egy jó dolog. Én egér alátétnek használom. És ugye itt ezen a kis placon meg ott van a laptop. Hát sajnos sérülések vannak, ugye ott az nem tudom, hogy sikerült onnan kitörni ezeket a légterelőlemezeket, de azt ott már elintézték. És itt található egy szivargyújtó csatlakozó, ami 12 voltos, de viszont állandóan van benne 12 volt. Itt alatta pedig len egy 24 voltos, de ez stegdugós csatlakozó, úgyhogy erről meg állandó 24 voltot lehet levenni. Na nézzük tovább. Fölkapcsolom én itt ezt a belső világítást, mert ja igen, hát ezek a napellenzők. Ez még ilyen hagyományos régi típusú napellenző, ami nekem nem igazán jön be, én jobban szeretem ezt a rolósat, amit le lehet húzni. És ugyanez vonatkozik itt is, erre a részre is, hogy itt van ilyen lehajtható napellenző. Egyik jobbról, másik, mármint egyik balról, másik jobbról, de mondom, én nekem jobban bejön az, amit le lehet húzni, vagy ne adj Isten, még a manok egy bizonyos részébe elektromosan megy föl-le, úgyhogy az meg aztán még jobb. Na mindegy, itt fönt vannak ilyen oldal brekeszek, itt van a polc, kocsipapíroknak, meg légycsapó, aztán itt mindenféle egyéb dolgokat, banán, táska, kenyér, egyebeket tartok, tálca, mint látható, és aztán itt vannak ilyen szekrények. Hát ezt ilyen gázos valami tartaná, de hát azokból már a gáz elszállt. Középen van a konyha, és itt pedig len mindenféle egyéb tartozékok, amik vannak itt a járműhöz. Hát aztán itt van egy felső ágy, ami tele van az én cuccaimmal. Ugye ruhák, munkásruha, az ott a szélén egy ADR táska, de hát mondjuk az nekem nem kell, mert nincs ADR-em. Most itt szárad a törülközőm, alatta meg ruhás. Nem pakolom én ki a ruháimat, nem szoktam, benne van a táskákba. Minek rakjam ki? Hát elfér az ott is. Aztán amire szükségem van, azt onnan előveszem, a szennyest meg a másikba elrakom, és akkor itt vannak fönt még kabát, utcai kabát, meg munkás kabát. Ilyesmiket tárolok itt fönt. És itt még található ugye ilyen olvasólámpa, amit innen lehet kapcsolni. Sajnos ennek a felső ágynak a magassága az annyiban állítható, hogy teljesen föl lehet hajtani oda. Úgyhogy nincs köztes állapot, hogy most egy kicsit, vagy még egy kicsit, vagy valamennyit, úgyhogy vagy teljesen föl van hajtva teljesen, vagy le van engedve teljesen, és ennyi az állítási lehetőség. Itt vannak a motyók, amiket viszek haza, amit vásároltam itt az elmúlt napokban. Ugye tükröt behajtottam, hogy itt mellettünk közlekedő buszok, vagy más teherautók nehogy beleakadjanak. Ami van még? Itt alul is található mindkét oldalon ilyen olvasólámpa. És aztán ez itt egy kapcsoló egység a fűtéshez, állófűtéshez. Meg nem is tudom, mit lehetne még innen. Szerintem ezzel csak az állófűtést lehet vezérelni, meg beállítani, meg esetleg ébresztőt. Ha jól látom, itt ébresztőt lehet beállítani. Úgyhogy ez egy ilyen kis panel. Ezzel itt gondolom a tetőablakot lehetett valamikor nyitni, csukni.
Itt van egy úgy szintén stegdugó, de ebben nincsen delej. Gondolom, hogy szét van húzva. Lehet, hogy itt ez adná neki az energiát, csak valamiért azt ott széthúzták. Hát sajnos ilyen idősebb autó esetében ez már előfordul, meg hát látható, hogy itt a kárpit az már kapott ezt, azt, amazt. Üléshúzat is ki van égetve egy-két helyen. Meg hát ide a műszerfalra fölragaszgattak dolgokat, amit én nem tudom, hogy miért kell, de mindegy, hát nem kell nekem mindent tudni. Ugye? És akkor, várjál csak, még az ágyat is föl lehet hajtani. Ja, még valami, itt van hűtő. Most már, amikor bent voltam a múltkor a telepen, és volt pár javítani való a járművön, akkor tettek bele egy hűtőt ide az ágy alá. Úgyhogy ez, hát, megfelelő méretű arra, amire nekem kell, arra teljesen jó. És akkor, várjál csak, azt mondja, hogy ezt innen, hát nem rakom el, maradhat. Egy kicsit, ugye itt, ha rálépek, akkor ezzel előrébb lehet tolni az ülést. Itt pedig len, ezzel a karral az ülés támlát lehet előrébb dönteni. És akkor megemelem az ágyat. És lehet látni, hogy itt is van azért rakodási lehetőség, de itt a hűtő mögött, ott ahol az a vastag cső látható, ott van az állófűtésnek a kályhája tulajdonképpen, az egysége, és ezen a vastag csövön nyomja oda a levegőt, ott azon a fekete rácsozaton nyomja ki a meleg levegőt, és a másik oldalon pedig len szívja a meleg levegőt. Úgyhogy ez a rész, ez hát nem is tudom, minek a tárolására lenne alkalmas. Most ott van egy szatyorba ugye egy pár olyan dolog, aminek nem árt a meleg, mert itt most emiatt a fekete cső miatt elég meleg tud lenni ott abba a dobozba. És ami még érdekes, hogy az ágynak itt ezt a részét föl lehet hajtani, meg be lehet tolni, hogyha valaki hátra akarja tolni még jobban az ülést, akkor azt ő megtehesse. De hát én, nekem ez így jó van, ahogy van. És én nem szeretem a vezetőülés sem nagyon messze hátra tolni. Úgyhogy ez a része is le van itt nekem hajtva. Amennyire hátra megy az ülés, annyira hátra megy, és akkor úgy jól vagyunk. Ami még nekem furcsa, jaj, bocsánat, megfulladok néha. Ami még nekem furcsa, az az, hogy a szélvédő az elég messze esik a kormánytól. Úgyhogy ha föl van téve ugye oda előre a kamera, meg ott van a navigáció, akkor azok elég messze vannak ahhoz, hogy elérjem. Úgyhogy pusztán ennyi, ami nekem úgy problémát okoz. Egyébként az ülés az kényelmes, kényelmesen jól vezethető a jármű, az ágy is elég jó, lehet rajta aludni rendesen, úgyhogy tulajdonképpen nincs vele semmi bajom, mondjuk azt viszont nem tudom, még mindig már közlekedek vele egy ideje, vagy 3 hónapja, hogy nem tudom, hogy a Scania rajongók, a Scania fanok miért vannak annyira oda, hogy fú, a Scania az országutak királya, és akkor hű, meg ha, meg minden. Én nem találtam benne semmi olyan különlegeset, ami fölülemelné a többi
többi kamionok fölé. Nem tudom. De hát biztos ez bizonyos elfogultság is lehet, mert vannak, akik a DAF-ra esküsznek, vannak, akik a MAN-ra esküsznek, vannak Mercedes fanok, vannak Scania fanok. Hát igen, kinek a pap, kinek a paplan. Ezt tudom csak mondani, úgyhogy körülbelül ennyi lett volna szerintem. Azt hiszem úgy nagyjából mindent megmutattam. Ja nem, mutattam meg mindent, bocsánat, itt van még egy nagyon klassz kis rekesz. És itt találhatók ilyen-olyan papírok, egyebek, aztán izzók, pótizzók, meg ez viatól, ez a lengyel útdíj fizető. Szerintem igen, benne is van a dobozba, mert Lengyelországban nem nagyon szoktunk járni. Tahográfhoz nyomtató szalag, itt pótizzók, egyebek, úgyhogy ilyesmik vannak itt ebbe a rekeszbe. Ja, hát itt meg a német útdíjfizető, ugye ez a Toll Collect nevű készülék, ez pedig len a híres, hírhedt tahográf készülék. No, azt hiszem akkor körülbelül ennyi lett volna a bemutató. Nem tudom, hogy meddig fogok járni ezzel a paripával, de ahogy én itt olvasgatom az új Volvók meg Scaniákról, hogy problémák vannak akkumulátorral, egyébbel, ezzel, azzal, hát én el vagyok ezzel az öreg paripával. Amíg megy, addig jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább maradok ebben, mint hogy szenvedjek egy esetlegesen új járművel, ami reggelre lemerül az akkumulátor, meg egyéb problémák, gondok vannak vele. No, további szép napot kívánok mindenkinek. A viszontlátásra, sziasztok!